kevesen vagyunk. Hirtelen nagyon kevesen lettünk, ugye rengeteg sérült, illetve egy-két vírusos betegség is keresztül ment a csapaton, úgyhogy ilyen 5-6 főkkel edzettünk a héten, és hát ahogy látható volt, most sem voltunk teljes létszámmal. Szélen nincs csere, föladóban nincs csere, centerben vagyunk 4-en, úgyhogy most jelen pillanatban ez a lenni a problémánk, amin túl kell lépni, és hát megoldást kell találni. Ugye kedden megyünk Liechtensteinbe, és ott játszunk nemzetközi mérkőzést, úgyhogy hát így nem lesz könnyű, de olyan összeszedett játék kéne, mint az első játszmában mindenféleképpen, és hát majd meglátjuk, hogy holnap elemezzük a játékukat, hogy egyáltalán kikkel kerülünk szembe, és hát természetesen meg kell próbálni mindent. Akkor ezt az időszakot túl kell élni, gondolom ez a somás összegzés a dolognak, és akkor a kupa meccsen van olyan, akire számítanál, és nem számíthatsz majd? Hát igen, azért itt az olasz szélső az nem fog tudni játszani, az átlónk sem fog tudni játszani. Ők egy hosszabb rehabilitációs időszakon vannak, vagy éppen annak a közepén járnak. A föladóm az kérdés is, az olasz föladó, neki most éppen hát problémája van. Lehet, hogy itt a két nap alatt még sikerül valami fajta lazulást ott elérni, és játékra alkalmassá lehet tenni őt. De sokat ebben nem leszünk, tehát nagy variációs lehetőségem ott se lesz. Ez van, ezzel kell főzni, és ebből kell kihozni a maximumot. Nagyon jó lenne, ha a hátralévő 2-3 mérkőzésünket még nagyon koncentráltan és odafigyelve le tudnánk játszani. Nagyon fontos mérkőzések vannak még előttünk, és nem szabad kiengedni, és aztán majd remélhetőleg januártól ismét számíthatunk az egész keretre.